Kedves művészet szerető, szépet és jót kedvelő barátaim! Van egy város, a sok gyönyörűség között Itáliában, Assisi. Ha Assisi, akkor Szent Ferenc. Ha Szent Ferenc, akkor nekem Radóczi Mária. És ha Radóczi Mária, akkor a Radóczi Galéria, a Budapest 22. kerületi Dézsmaház utcában. Ennyi mindenről szeretnék nagyon szubjektíven beszélni most. ...1949-ben született Új-Lengyelben. Az életét és a pályáját egy elég kemény baleset határozta meg. Kisgyermek korában két betongyűrű pecsételte meg művészi sorsát, hogy ezt a kifejezést használjam, de halljuk, hogyan ír ő erről. Útfúrók jöttek hatalmas szemenygyűrűkkel, s azokban való játszás során az egyik henger a lejtőn elindult, és neki ütközött a másiknak. A jobb kezem közöttük maradt. Darabokra törtek az ujjaim. A Szent Rókus Kórház sebészeti osztályán megvizsgáltak, azután merev, mosoly nélküli arccal nézve rám, becsíkozták vastag tintaceruzával körben a csuklómat. Később tudtam meg, hogy a vonal mentén vágták volna le a kezemet. Az igen drága ujjaimat az operáció után állandóan mozgatni kellett. Ugyanis sikerült édesanyjának egy olyan orvost találni, aki vállalta nem kis családi áldozat árán Máriának a kezének a megmentését. Tehát az operáció után állandóan mozgatni kellett, ezért a szüleim vettek színes ceruzákat, hogy legyen kedvem rajzolni. De én utáltam, hiszen kötelező volt. Mégis orvosi utasításra napi 2 órát firkálással kellett eltöltenem hosszú hónapokon keresztül. Hát így indult Radóczi Mária rajzi pályafutásának kezdete. Ezzel a tulajdonképpen titokzatos kényszerrel, ha lehet ezt mondani, hogy titokzatos, de azt hiszem, hogy sokan értjük, hogy miről is van itt szó, milyen orientációról. 1967-71 között Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán Fischer Ernő mellékesen korábbi adásban, illetve filmben már megismertettem őt, akiket ez érdekelt, a mesteremmel. Milyen érdekes, hogy Máriát is összehozta a sors ezzel a kiváló és csodálatos emberrel, Fischer Ernővel. És Winkler László, akinek szintén nagyon nagy volt a híre Szegeden, voltak a tanító mesterei, tanárai. Az életrajzából néhány dolgot emelek ki a rövidség kedvéért, amelyek véleményem szerint, szubjektív véleményem szerint meghatározták az ő pályáját és szellemi orientációját. Zebegény 1972 képzőművészeti szabadiskola, és itt talán itt volt a legerősebb a tűzzománc technikának az érintése Máriának. 1974 Nagykőrös, ez egy nagyon fontos pont és időpont volt, ekkor volt az első kiállítása, ahol Czóbel Béla festőművésszel egy sorozatban állított ki. 1986-ban végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, akkor ugye főiskolának nevezték.
legfontosabb kiállításai között szerepel a Szolnoki Szigligeti Színházban kiállított, aztán Szentendrén, a Fertődi Kastélyban, Brüsszelben, Limburgban, Wolfachban többször is, és különösen az erdélyi kiállításokat tartja ő jelentősnek és nagyon fontosnak. Ezek között is a Baróti kiállítást leginkább, de kiállított Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredán, Kolozsváron és Nagyszeben. Díjai között a legbüszkébb az 1994-es az év pedagógusa Mihalik díj mellett a szintén Budapest 22. kerületi Kultúra 22 díjra. Ezen a képen a kis műhelyét látjuk, ahol is azt hiszem, hogy a leginkább figyelemre méltó az a csodálatos arzenál, amely a zománc festékeket tartalmazó polcon lelhető fel, de azért én itt egy kicsit megmutatnám ezt a gyönyörűséget is a falon. Mária arcáról azért le lehet olvasni azt az optimizmust, azt a derűlátást, azt a kedvességet, azt a töménytelen szeretetet, amelyet olyan szívesen látunk egy olyan művészben, akinek a munkáit megszerettük és megkedveltük, és hát ugye ilyenkor elvárjuk azt is, hogy a művész azért ne csak szép legyen, már nem csak kívülről, hanem a munkáit illetően is szép legyen, hanem jó is legyen, ahogy ezt az antik görögök is vallották annak idején. Úgyhogy nézzük meg akkor Máriának egy nagyon érdekes alkotását, amelyet én most itt önhatalmulag kiválasztottam, illetve hát azt hiszem, hogy nem teljesen önhatalmulag, de azért mindenképpen fontos számomra, már csak azért is, mert a motor kulcstartomon szerepel az egyik igen fontos részlete. Na, lássuk! Ahogy ezt említettem az elején, Assisiről van szó, Assisiről és Szent Ferencről. Na most nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy mit is láthatunk, és miről is szól ez az alkotás. Legalábbis hát számomra a legkülönlegesebb az, hogy ugye Assisi Szent Ferencről talán mindenki híres Naplimusza jut az eszébe, ahol Istent és a természeti erőket kapcsolja össze, és nagy alázattal és szeretettel veszi lelki tudomásul, hogy minden Istentől származtatható, és ezért vagyunk hálásak neki. Mária egészen egyéni módon közelít ehhez az alkotáshoz, így én még sosem láttam ezt. Ugye mindenki előtt ott van Giotto-nak ez az alkotása, amikor az Assisi San Francesco felső templomának egyik fontos képén, ami ugye Szent Ferenc életciklusát mutatja be, egyik fontos képén a madaraknak prédikál. Ez egy emblematikus alkotás a Szent Ferenc ciklusból, és nagyon kevés művészet szerető ember van, aki ezt ne ismerné. Mária egészen más, hogy fogalmazza meg ezt a kérdést. Ugye ott Giotto például oldalról ábrázolja Szent Ferencet, és a madarak áhítattal hallgatják az ő prédikációját. Itt Máriának egy olyan megoldása figyelemre méltó, ahol is a Ferencet körbevevő madarak alkotják a glóriát. Erre én nem tudok példát hozni, lehet, hogy szegényes a művészettörténeti ismeretem, de arra, hogy madarakból álljon Szent Ferenc glóriája, erre én nem tudok példát hozni. Azt hiszem, hogy ez egyedülálló. Méghozzá abban az elrendezésben ez egészen különleges, ahogy a madarak egymásnak szinte negatívjait és pozitívjait hozzák létre, az egyik csőr és nyak beleúlvad a másik pozitív formájába, és kitölti azt.
Tehát ez egy olyan hihetetlen játék, ami figyelemre méltó, ami szerintem nagyon-nagyon különleges. A másik például a színeknek a megválasztása. Már erre sosem jellemző az erős diszharmónia, vagy legalábbis provokatív színhasználat, hanem olyan finom színeket használ, mint például a sárga-fekete. A vékony tűvonalak, amelyek megadják a szárnynak a formáját és faktúráját. A fehér és a szürkéknek a használata, ahogy az alatta lévő kék átszűrődik rajta. Tehát itt valami olyan mértékű szakmai biztonság és hatalmas felgyűlt tudás ölt testet ebben a madár kompozícióban, ami engem mindig lenyűgözött. Tehát én órákat tudtam nézni az ő tűzománc képeit, bármelyiket is állítottak ki, bármelyiket is láthattuk. Aztán folytassuk egy kicsit lejjebb. Itt van például Szent Ferencnek a kéztartása. Ez a finom és erőteljesen ellágyított, görbével felfokozott, lágy, finom kéztartás. Néhány vonás, és megvannak az ujjak. Az ujjak, azért nézzük egy picit közelebb, itt az apró részletekben hihetetlen dolgok vannak. Tehát itt van egy fekete vonal, mellette egy kevéske kis vörössel plasztikussá tette az ujjakat, és nem részletezi, tehát nincsenek nála felesleges részek, amelyek megzavarnák a lényeget. Aztán, ahogy ez a kéz beleolvad ebbe az árnyékba, hát ez tüneményes, ahogy onnan kijön. Itt van egy pici, nem is tudom, hogy jutott eszébe egy pici kis világos barnás szín, ami megmutatja az árnyékban és utal az árnyékban lévő fényekre. Attól igaz egy árnyék, hogy vannak benne fények egészen más minőségben, sötétebben, de ugyanúgy játszik, billog benne a fény. Szóval aztán nézzük tovább a ruháját Francescónak. Ugye azt ne felejtsük, hogy Szent Ferenc egy nagyon sok pénzű, és akkor úgy is lehet mondani, hogy új gazdag kereskedő fia volt Pietro di Bernardone-nak, és abból ő egy Perugia és Assisi közötti kirobbant háborúból betegen visszatérve, véleményem szerint, a saját véleményem, ez egy meglátásom, hogy erős halál közeli élmény kapcsán, a halálból visszatérve átértékelt az egész földi létét, és onnantól kezdve a szegénységet, a mások segítését, mások ápolását, mások gondozását, tanítását, lelki építését választotta, ezt az utat. És hát itt azt látjuk, hogy egy egyszerű csuhában, ami ma is a ferenceseknek egy nagyon fontos kelléke, hogy átkötve egy kordával, ami egyszerű kötélpánt, ebben látjuk őt, amely megosztja a képet tulajdonképpen három részre, ugye a korda, a baloldali és jobboldali Assisi részlet. Most nézzük ezt az Assisi részletet. Ami csodálatos Máriában, hogy azért ne felejtsük el, hogy ő egész életében tanított. Tehát, és imádja a gyerekeket, és mindent a gyerekekért tesz. Beleértve a legutóbbi segítségnyújtásait is. És mindent a tanítványaiért tesz. Erre majd még a végén szeretnék visszautalni. És ez a gyermeki megoldása, itt egy gyermeki napocska, mellette pedig egy nagyon szigorúan szerkesztett és nagyon jól felépített vonalakból, egészen finom vonalakból és finom pici foltokból, szinte kötszerűen létrehozott foltokból megalkotott városrészlet, ami a gyermeki rajzok világának csodálatos értékét és szabadságát idézi vissza. De nem csak azt, hanem aki járt Assisibe, ugyanúgy, mint esetleg én, beleszeretett ebbe a városba. Nagyon sokszor jártam, hát
hazai viszonylathoz képest és anyagi kondíciómhoz képest nagyon sokszor jártam azért Assisi-ben, és nagyon sok részletét figyelemmel kísértük. Hát itt láthatók Assisi finom kis részletei vonalakban és foltokban. De ezek szépen finoman át is áramlanak Francesco ruháján. Itt szinte nagyon halványan, nagyon érzékenyen, nagyon utalásszerűen folytatódnak a falak, a reverenda, a csuha részein, és mint egy összeköttetésbe kerül a bal és a jobb oldal, az egyébként színben és formában, faktúrában is más minőségű középső ruharészleten keresztül. És akkor szeretnék egy pár szóval azért az arcról beszélni, hiszen ugye a legfontosabb azért mindenképpen az arc egy emberben, azt veszük észre legelőször. Ami nekem megdöbbenés volt, és egy gyönyörű felfedezés, hogy hogyan lehet egy emberi arcban létrehozni egy fiatal, hát ez Szent Ferenc halála körül, ha jól emlékszem, 40 év körül járhatott, és ugye 13. század első felében élt ő, és hát egy különleges változata volt a vallás reformációjának, ezt úgy is nevelik sok helyütt, hogy pre-reformatív törekvéseket képviselt Szent Ferenc vagy Szent Domokos is. Úgyhogy ez a vallás reformnak egy érdekes útja volt, amit ő képviselt. De ez az arc, ez valahol a fiatal, nem túltáplált, hanem egy olyan arc, amely bizony a jólétnek hiány van, a bőségnek hiány van, tehát Mária direkt finoman el is keskenyíti, de nem durván, hanem finoman elkeskenyíti ezt az arcot, és nem egy joviális arcot látunk, hanem látunk egy igen konszolidált és aszketikus arcformát. De ugye természetesen leborotvált fejtető, és az a haj, amely nézzék csak meg, fekete és vörös. Fekete és vörös színekkel van, mint a kéz. Két oldalt két fehér pötty, ezzel kiemeli nagyon erőteljesen Szent Ferenc szemét, az orr finoman megoldva, az orrcimpák gyönyörűen, jelzésszerűen, és akkor itt van egy pici száj, amely nem egy enervált száj, egy nagyon szelíd és nagyon, ugyanakkor nagyon emberi száj, de ebben az arcban, és akkor itt térnék rá a szubjektív véleményemre, nem csak a felnőtt, fiatal felnőtt hivatás, a szelídség, a másokon való segítőkészség, a önmagát megfordítani tudó, képes ember, aki a gazdagságból kilépve a jóság és a szelídség, segítőkészség világába lép át, hanem ott láthatjuk őt, gyermeki mi voltában is. Nekem ez az arc, be kell, hogy valljam, egy erőteljes párhuzamot hoz a gyermeki világgal. Vagy azt a fajta szeretetet és őszintességet és érintetlenséget, amit a gyerekek eleve megkapnak, ezt képviseli Szent Ferenc. Talán ezért volt nekem mindig is ez a képe Máriának olyan nagyon-nagyon közel hozzám. This is a couple.
Végül nézzük meg, hogy mekkora is ez a kép a valóságban. Itt látjuk az igazi arányokat. Ha valaki egy, mellékesen a művésznő keze, egy női kézhez tud viszonyítani, akkor pontosan látja, hogy ennek a mérete, a valódi mérete, tehát úgy is mondhatnám, hogy a kép tükrének a mérete, a zománclap valódi mérete 45 x 95 mm. Tehát 4,5 centiszer 9,5 centiméteres. Most ilyen méretben kell ezt a finom technikai bravót létrehozni, hogy helyenként finom, vékony tűvel rajzolni nagy biztonsággal a zománcba, amit aztán többször Mária állítása szerint végtelen sok szor lehet kiégetni, de hát bizony tudni kell azt, hogy milyen színnel mennyit, milyen mértékben, és hogy mit tartunk meg az alatta lévő színekből, hogyan lehet ezt kezelni, hát ezt ő ért igazán, és ebből azt hiszem, hogy ebből a csodálatos képből, ebből látszik, és hogy milyen mértékben. És akkor hadd említsek pár szót azért arról a helyről, amit azt hiszem, hogy mindannyian ismerünk. Tehát ezt a gyönyörű szép utcát, ami itt látható, ennek a gyönyörű szép utcának az ékessége, vagy akkor mondjuk úgy egyik ékessége, hanem a legnagyobb ékessége, ez a galéria. Ennek a galériának az alapítása, ez valójában Radóczi Mária nevéhez fűződik, és férje Pajzs Gábor nevéhez is, akik közösen alakították ki ezt a csodálatos központot. Miről szól ez a galéria? Ez a galéria arról szól, ami Máriának az élethivatásnak egy nagyon fontos része, hogyan lehet a gyerekeknek, illetve a fiatal felnőtteknek segíteni a művészet pályáján elindulni. És ha elindultak, akkor hogyan lehet őket lelkesíteni, segíteni, lehetőséget adni, hogy megmutassák a tehetségüket másoknak. Hát ez a galéria azt hiszem, hogy tökéletesen, tapasztalataim szerint tökéletesen teljesíti ezt a hivatását. Hála Radóczi Máriának! Hát én kívánom, hogy ezt a rendkívül kacifántos, szenvedésektől nem mentes életutat, amit a művésznő végigjárt, ezt minél több boldogságban és eredményben és szeretetben tudja tovább folytatni, és legyen még a szolgálatunkra, a segítségünkre, a tehetségek ápolása és a fiatalok segítése tekintetében.